Pénteken végre kiderül, ki lesz a séfek séfe, így a ma esti elődöntőben a legtehetségesebb 6 versenyző közül választják ki séfeink, illetve a vendégséfek, hogy ki az a 3 séfjelölt, aki pénteken megküzdhet a fődíjért. Vendégünk a stúdióban Palágyi Eszter séf és Mizsei János séf, akik ma este a műsor vendégséfjei lesznek. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Bírom ezt a szót, hogy séf, amikor, főleg amikor a kis inasok mondják, hogy igen, séf. Igen, séf. Köszönöm, séf, az annyira tetszik nekem, tehát jó hangulata van. Na, milyen volt? Hogy tetszett nektek a műsor? Milyen volt belülről egy picit? Meséljetek. Hát a műsor az nagyon jó volt, nagyon jó hangulatban, tehát a forgatás is igazából elég jó volt, és meglepő volt bekerülni egy ilyen közösségbe és egy ilyen közegbe, hogy hogy is zajlik igazából egy ilyen felvétel. Kicsit azért más, mint a klasszik konyha, mi? Igen, teljesen más. De gondolom, ott is van feszkó, hogyha teljesíteni kell, és gondolom itt is volt feszkó, nem? Most már így az utolsó 6 versenyző között, vagy a teljesítés. Hát nálunk azért jobban van feszkó, tehát igazából sokaknak egy kicsit új, hogy mennyit kiabálnak a séfek, meg milyen kemények, azért ennél szerintem mondhatom, hogy azért néha keményebbek vagyunk a konyhán. Komolyan, pont ezt akartam mondani, azért itt rengeteg síp fogyott el a műsor alatt, ha értitek, mire gondolok, tehát hogy lassan a műsor fele ki van sípolva. Én azt hittem, hogy ezt egy picit rájátszotok, ez nem, tehát ennél sokkal keményebbek vagytok? Hát nálam azért 14 órát dolgozunk együtt, tehát az nagy a stressz, tehát egész nap mi készülünk a vacsorára, vacsora időszak alatt persze még nagyobb a koncentráció. Ott, hogyha valami nagyon nem úgy megy, akkor nincs helye javítgatni, úgyhogy muszáj egy kicsit néha elengedni a hangot, vagy kicsit keményebben oda csapni az asztalra. Hát akkor mondhatjuk, hogy az egyik fő tényező, amire egy séfnek szüksége van, hogy óriási stressztűrő képessége legyen? És még amit a műsorban látunk, az még fokozva lesz a való életben? Hát igenis. Igen? Leginkább. De olyan nyugodtnak tűntök mind a ketten, ne csináljátok. Én nem voltunk benne a konyhán, szerintem. Ja, ez addig tart, amíg be nem mentek a munkahelyetekre. Értem, hogy este már nem tudnánk veletek így beszélgetni? Biztos, hogy egyébként tényleg, na ha már belecsipett Dóri ebbe a témába, hogy mitől lesz jó egy séf? Tehát oké, akkor ezek szerint tényleg kell neki egy olyan stressztűrő képességének lenni, de most azt, ha a szakmát nézzük, mitől vagytok ti jók, mitől tud valaki igazi séf lenni? Sikeres séf lenni. Mit gondoltok ti erről? Mi hát, kell ehhez? Azért eléggé összetett feladat ez, tehát nem csak munka, bírásnak kell lenni, nem csak jól kell tudni főzni, azért csapatot kell irányítani, teherbírás is, fizikai állóképesség is kell, tehát az eléggé komplex feladat, nem egyszerű egy konyhát irányítani, főleg minél fejebb vagyunk, minél jobban a fine diningben, szerintem azért az annál jobban nehezebb. Mit éreztetek egyébként, ők hogy bírják ezt a stresszt, és milyen szinten vannak úgy a magyar viszonylatokhoz képest most? Hát igazából a stresszt azt annyira nem lehetett érezni, mert hát csak ott nagyon el volt a fogalva a saját magunk kis világában, és gondolom már koncentráltak a feladataikra. De hát igen, ahogy az Eszter is mondta, ez reggel bemész, és onnantól kezdve folyamatosan stressz alatt vagy. Roló le, és ezért meló. Igen, csak is a koncentráció, agybani munkák, nem csak a fizikai, hanem folyamatosan az agyadat is kell használni, hogy a zárórendeléseket összehozd. De ez egy jó meló, nem? Tehát nyugtassatok meg, mert én egy időben nagyon akartam szakács lenni. Tehát... Másképp nem tudnánk szerintem. Ugye? Tehát azért jó, mert látom, hogy ez egy csillog a szemetek. Igen. Vár a konyha, megyünk be főzni. Azért a tévésróba egy kicsit nehezebb volt. Másfél óra alatt kell összehozni egy ételt. Azért tudjuk nagyon jó, hogy a fine dining világában azért nagyon sok étel nem másfél óra alatt készül el. Igen. A laplevek egy-két nap. Tehát azért más a stresszfaktor. Egy picit beszéljünk a műsorra, nehogy ne jusson rá ide, csak azért akartam, aztán majd visszatérünk még rátok, ha lesz idő. Tehát most ott tartunk, hogy ugye volt 100 versenyző, amennyiben én jól tudom, volt 3 séf, aztán lement ez most 6-ra, ugye? Igen. Dóri segített nekem. Most nem csapatok vannak. Nem csapatok vannak, hanem van 6 játékosunk, és bejöttetek ti hárman még, ti ketten, meg még egy séf. És akkor most 6 séf, 6 játékos van. Itt tartunk most, ugye? Igen. A versenyben. Mi történik most? Ma este mi történik? Csak annyit mondjatok el, amennyit szabad. Hát szerintem még rákontrázunk a másik 3 sétnek. Igen? Hát szerintetek szigorúbbak vagytok, mind ők? Hát szerintem biztos, hogy másképp gondoltuk és másképp láttuk a tányérokat és a dolgokat, a metódusokat, a tányérfelépítéseket. Ők azért ott voltak a legelejétől, és látták, hogy honnan indultak el a játékosok. Aha. Mi meg csak csatlakoztunk, és bekerültünk abba a kis körbe, amit éppen csinálnak, és hát maga a tányérok azok
igen, voltak olyan, volt egy-két olyan tányér, ahogy emlékszem, ami étterem szintű volt. Aha. Mik voltak a szempontok, ami alapján döntöttetek, hogy ki az a három ember, akit tovább engedtek? És egyáltalán bekötött szemmel az nálatok is áll ez a dolog? Ti is bekötött szemmel? Nem, mi nem. Nem? Ti nem? Ti látjátok nem is. Kóstolunk vakon. Vakon. Nem kóstolunk vakon. Hát azt azért nem vállalom be. Igen, de viszont nem tudtuk, hogy kinek a tányéré, ugye egyáltalán, és a mai napig nem tudjuk, hogy... Legalábbis ilyen, hogy mi történt utána. De neked például mi volt a lényeg? Tehát amit láttál, amit éreztél, a fűszerezés, az állag, mik voltak a szempontjaid? Hát az én szempontom az először is ugye a vizuális dolgok voltak, hogy egy tányéron olyan komplex legyen minden, és úgy nézzen ki. Aztán utána voltak a textúrák, az ízek, a savak. Nekem például a savak azok nagyon fontosak. És hogy maga egy harmóniát alkossanak a tányéron. Ugye a világon kevés Michelin csillagos női séf van, és te közéjük tartozol. Mennyi? Mit mondtál? Nem úszom meg. Ja, ezt nem. Hát büszkék vagyunk rá, hogy ide jöttél, és itt vagy, és persze. Dolog. De hogy mi kell ehhez? Mennyi áldozat, mennyi akarás, mennyi kitartás, hogy egy ilyen szintre elérjen az ember? Vagy akár közülük valaki elérjen ide? Most mondanám, hogy ugyanannyi, mint bárki másnak, de nem, szerintem azért a nőként kicsit nehezebb megállni a helyét az embernek a konyhám. Miért? Tehát azért fizikailag fel kell venni a versenyt a srácokkal, azért csajoskodni nem lehet a konyhán, hogy na, léci, csináld meg ezt helyettem, vagy vedd le, tehát szerintem kőkeményen bele kell állni ebbe. Neked kellett fejlődnöd ebben, amikor elkezdted ezt az egész szakmát? Hú, mindenben, persze. Mármint ebben a keménységben erre abszolút gondolsz? Abszolút, igen. Aha, tehát alapvetően a női jegyeidet le kell vetköznöd ehhez. Le, valamennyire le kell. Tehát azért 14 éve dolgozok konyhán, azért kaptam én is hideget, meleget. Nem könnyű szakma, ezt tényleg szerintem csak azt csinálják, ki elhivatott. Szóval hogy lehet feldolgozni egyébként? Tehát, hogyha van 13-14 órád, amikor játszod azt, hogy te vagy a legkeményebb, és nekem nem mondjatok ellent, és utána hazamész, és feldolgozod esetleg azokat a dolgokat, amik érnek napközben. Ott elgyengülsz? Nem, konyhán kívültjük magunkat, és csak körülbelül. Viszont így jó otthon, nem? Tehát, hogy otthon, vagy konyhán kívülti magát, és akkor otthon már egy bűbáj. Vagy. Azt a pár ennyire... órát, amit otthon töltök, igen, az alatt bűváj vagyok. Nem, hát, tehát ez nagyon úgy működik, hogy nagyon sokat dolgozunk, hazamegyek, pihenek, és kezdődik egy másik nap. Aha. Tehát ez egy életforma. Na, de ma este elődöntő, és majd meglátjuk, hogy zsűriztetek. Köszönjük. Kíváncsiak vagyunk rátok. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen.